Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, érdekes témákat gyűjtöttem össze. Futás, ugrás, kúszás és hullahopp karikás feladatok városi döntőjéhez érkezett a Diák Olimpia keretében szervezett játékos sportverseny. A versengésen az alsós kisdiákok mérték össze tudásukat. Szinte felrobbant a lelke szurkolástól szombaton a Tóvárosi Általános Iskola tornaterme. 6 iskola alsós diákjai mutatták meg sportos képességeiket a játékos sorverseny városi döntőjén. Volt várfoglaló labdával szlalomozás, és a hullahopp karika is több számban fontos szerephez jutott. Hogyan készültetek erre a versenyre? Milyen feladatok lesznek, és mi az, ami a legjobban tetszik neked ezekből? Hát nekem azért a futósok azok elég tetszik, meg a mászósok azért elég jók. Szerinted a ti csapatotok miben a legerősebb? Melyik lesz az a versenyszám, és mondd el nekünk, hogy ott majd mit kell csinálni? Hát ilyen a futósokban lesz neki az elég jó. Amit a legjobban várunk, az a társordás, hogy így be kell a karikával mennie, hogy ketten bebújnak a karikába, megkerülik a zsámolyt, kibúj az egyik, másik szalad vissza egyedül, és a következő meg belebújik, és úgy megy folyamatosan oda-vissza. És a Városi Diák Olimpia népszerű száma a játékos sportverseny. Nagyon szívesen támogatjuk minden évben ezt a versenyt, hiszen mindazok mellett, hogy fizikai erőpróbának teszik ki a gyerekeket, azok a gyermekek is versenyezhetnek itt, akik nem sportolnak versenyszerűen. Ez nagyon jó, hogyha megtanulják a csapatszellemet, az egymásért való kiállást, a siker feldolgozását és a kudarc elviselését. Ebben mind segít a sport és ez a sportverseny is. A felsővárosi az István Király, a Kossuth Lajos, a Munkácsi Mihály, a Tóvárosi és a Vasvári Pál általános iskola diákjai küzdöttek óriási lelkesedéssel, s adtak számot nem csak mozgékonyságukról, hanem csapatszellemükről is. Hát fegyelmezetnek kell lenni, volt nevetés, meg hát így minden héten finomítottunk valamit. Arra is választ kaptunk, hogy a legnehezebb feladat a 4 kézlábjárás. A túloldalig, innétől a túloldalig át kell menni. És valaki nem bírja, és ezért mindig újra kezdtük. És melyik az, ami a legkönnyebben ment? Amikor így ketten vagyunk benne egy karikában. A Tóvárosi Általános Iskola nem csak győztes csapatára lehetett büszke, hanem testnevelés tagozatos iskolaként rendszeresen házigazdái is a versenynek. Nagyon szeretjük ezt a versenyt, mert egy igazi nagy megmérettetés az alsó tagozatosok számára, és azért is szeretjük, mert másodiktól negyedikig csapatmunkában vehetnek részt az alsós diákok ebben a versenysorozatban. Milyen típusú versenyszámokban kell majd itt a gyerekeknek bizonyítani? Mit jelent ez a sorversenyes verseny? Így van, tehát ügyességi feladatok vannak, amiket csapatokban sorváltó versenyszerűen kell megoldani a gyerekeknek, mindenféle eszközöket bevetve, amit csak a testnevelés órán használhatnak, a labda, a hullahopp karika, a zsámoly, a szekrény, mindenféle ügyességben számot adhatnak a sportos, ügyes mozgásukról ezek a gyerekek. A dobogóra kerülésért ezúttal is nagyon szoros és lelkes küzdelem zajlott. Végül a győzelmet a tóvárosi diákok szerezték meg. Mellettük még a felsővárosi és az István Király iskola csapatai állhattak a dobogóra. Mindenki serleggel és oklevéllel távozott, a szervezők még a pályaszélnél leghangosabban szurkolókat is díjazták.
Klónozott autó, visszatekert kilométeróra, hamis papírok, csak néhány dolog, amivel még mindig szívesen trükköznek az autónepperek. Érdemes alaposan utána járni, hogy kitől is vásárolunk autót, ugyanis sok időt és pénzt spórolhatunk meg magunknak. Kiválasztottuk álmaink autóját, meg is vásároltuk, utazunk benne, de egyszer valamiféle baja történik. Akkor hová fordulhatunk, mit tudunk tenni? Erről is Vilcsek Róbertet kérdezzük. Hát kellemetlen történetek ezek, igen, sajnos a lehető legalkalmatlanabb pillanatban történnek ezek a meghibásodások. Én azt gondolom, hogy az első legfontosabb, hogy visszamegyünk ugye az adott helyre, ahol vettük az autót, hogy ez a probléma már fennállt akkor, amikor megvásároltuk, vagy nem, mi a javaslat, mi az orvoslat erre, stb. Nálunk ugye egy év vagy 30 ezer kilométer garanciánál viszonylag egyszer a történet, visszajön, megvizsgáljuk, és természetesen az ügyfél elégedettség legnagyobb foka mellett orvosoljuk a problémát. Nyilván vannak negatív tapasztalatok is, amiket hallottunk, ugye amikor nem attól a személytől vásárolja papíron az autót, mint ahol vásárolja. Ugye hiába megy oda-vissza, mert nagyon sok mindent nem tudnak tenni, hiszen mondják, nem tőlem vette az autót. Ezért mindig fontos, hogy nézzük meg, hogy valóban az az eladó, aki az eladó, és abban az esetben, ha cégről van szó, ellenőrizzük le, hogy létező cég, meglevő cég, stb. A harmadik probléma az, amikor nagyon sok mindent nem tudunk csinálni, el kell vinnünk egy harmadik személyhez, egy harmadik szerelőhöz, és ott a saját kontunkra megcsináltatni, szervizeltetni az autót. Itt ugye mindig jelzem, hogy nagyon fontos, hogy a kötelező szervizeket időben az előírásoknak megfelelően meg kell csináltatni az autókon. És ugye a márka szerviz még ezen túl a... Tehát azért is jó, ez is elhangzott a tájékoztatón, hogyha lejárna esetleg az az egyéves vagy 30 ezeres kilométeres garancia, hát utána sem engeditek el azért teljesen a vevő kezét, még visszajöhet azzal az autóval. Én azt gondolom, hogy próbálunk a hosszú távú ügyfélkapcsolatokra, illetve a hosszú távú gondolkodásra törekedni. Természetesen nem engedjük el ebben az esetben sem az ügyfelek kezét. Próbálunk kompromisszumos megoldásokkal, illetve kedvezményes óradíjjal, vagy kedvezményes alkatrészárakkal kedveskedni nekik, hogy érezzék a törődést, érezzék azt, hogy jó helyen vannak, jó kezekben vannak, és a következő autójukat is itt megvehetik, vagy adott esetben ilyen és hozzánk hasonló kereskedésekben. És ugye ezeknek a lépéseknek a célja tulajdonképpen az, hogy fehéredjen az autó kereskedés, a használt autó vásárlás, de ugye még mindig vannak azok az árnyoldalak, amik sajnos még mindig működnek, a külföldről behozott autók, amiket említettél, vagy a szerződés hamisítások. Ezeken kívül vannak-e még valamiféle buktatók? Buktatók garmadát tudnám felsorolni, ugye a sérült autó, nem megfelelően javított autó, hamis papírok, lopott autó, klónozott autó, gyakorlatilag a külföldre behozott áfacsalt vagy kilométer óraállást módosított autó, tömkelege van sajnos a piacon, mindig ezt szoktam mondani, hogy sajnos amíg a kereslet van, addig kínálat is akad, tehát egyféleképpen tudunk harcolni ezzel ellen, hogy nem vesszük meg az ismeretlen előéletű autókat, illetve minden autót a lehető legnagyobb körültekintés mellett állapotfelmérésre, különböző szervizekre elviszünk. Mindig azt kell figyelembe venni, hogy sokkal könnyebb egy autón egy másfél órás állapotfelmérés és egy vizsgálatot megcsinálni, mint utána évekig pereskedni valamikivel, akivel ugye egy fantom cég, egy fantom személy, vagy adott esetben egy olyan személlyel pereskedni, amire 8-10 év múlva lesz csak egyáltalán valamilyen válasz, vagy valamilyen döntés a bíróság részéről, ami valljuk meg már nem sokat segít a problémán. És ugye hát akkor valljuk be azt is, hogy álomautót keres mindenki, körülbelül 0 kilométerrel, és minél újabban, hát ezek az autók azért általában gyanúsak kellenek, hogy legyenek, ugye? Nyilván léteznek a piacon keveset futott autók, szép autók, nem erről van szó. De a magyar ember mindig a német református lelkész autóját keresi, amit csak vasárnap a mise után egy családlátogatás keretében használt, néha elment a közértbe vele. Maradjunk a realitás talaján. Tehát reálisan nézzük a dolgokat, éves szinten minimum 15-30 ezer kilométert mennek már az autók,
dízelautó esetében nem elrugaszkodott például az 50-60 ezer kilométeres éves futás sem. Ehhez nézzük az autókat, és ezekhez lőjük az autókat. Én azt gondolom, akkor nem tudunk nagyon mellé lőni. Mennyasszonyi frizurák, az évszakok világa és feltűzött hajak kategóriákban is összemérték tudásukat a fiatal tehetségek. Nemzetközi fodrászversenyt rendezett az Árpád Szakképzőiskola és Kollégium. 8 nemzet diákjai mérték összetudásukat. Amikor a modellek elfoglalták a helyüket, elkezdődhetett a kellékek, eszközök kipakolása. Fontos, hogy minden a helyére kerüljön, hogy a versenyzőknek minden kézre essen. Az Árpádban második alkalommal szervezték meg a nemzetközi fodrászversenyt. 5 évente kerül ránk a sor. Ugye ez a verseny, amikor elindult, a célja az volt, hogy egymástól, tehát a különböző nemzetek is egymástól tanuljanak, egymás szakmá, tehát a szakmát egymás közt megismerjék. Nagyon jó kapcsolatok épülnek ki, tehát az iskolák között is testvériskolai kapcsolatok, szakmai kapcsolatok, a gyerekek között fennmaradnak a kapcsolatok, amit a verseny során kialakítanak. 8 országból 39 versenyző érkezett a megmérettetésre. A fiatal fodrászok több kategóriában is megmutathatták tudásukat. Többek között mennyasszonyi frizurát kellett készíteni. Az évszakok világa témakörben pedig kielhették kreativitásukat. Hardi Dávid a telet alkotta meg modellje hajából. Minden versennyel új dolgot lehet tanulni, tehát meg lehet nézni egy másik ongyot, és egyből lehet újat tanulni, hogy mi legyen a jövőre, és meg akartam alapozni a jövőmet igazából. Sikerült valamit tanulnod egyébként a mai nap folyamán? Persze, nagyon sok technikát láttam, így hogy meg ötletet szereztem nagyon sokat. Beszéljünk egy kicsit a kezdetekről tulajdonképpen. Miért tanulsz te fodrásznak? Miért pont ezt a szakmát választod? Igazából gyerekkorom óta szerettem volna fodrász lenni. Igazából ilyen fodrászülőket mindig benéztem, hogy dolgoznak ilyenek. És igazából nekem inkább ez a verseny téma tetszik jobban. Mert szeretnék versenyezni, mindig fejlődni. De tulajdonképpen a kreativitás, nem? Igen, hogy kibontakod? Abszolút, az, hogy ki tudom adni, amit én gondolok, ami szerintem jól néz ki. Persze a tanárom segít, hogy szerinte ez így esetleg jobb lenne, de abszolút ki tudom élni az én kreativitásomat ebben. Miért jó hajból alkotni? Igazából engem kicsit megnyugtat, meg igazából szerintem ez egy nagyon jó élmény. Barátokat lehet szerezni, meg fejlődni lehet nagyon sokat. Térjünk egy kicsit erre a mai versenyre. Beszélj egy kicsit az alkotásodról, légy szíves. Hát a mai alkotásom az úgy keletkezett, hogy videóban láttam egy hasonló szövesi technikát, mint amit hátul láthatok, és az alapban próbáltam kicsikét így beletenni az én világomat, és megszöttem a hátulját. A többit igazából úgy közösen a tanárommal találtuk ki. Ugye 4 évszakban indultam, és tiát választottam, és igazából itt a csillogás, a kreativitás mutatkozik meg ebben a hajban. Mit jelent neked a tél? Miért pont a télre esett a választás? Azért a télre esett a választásom, mert imádom a csillogást. Imádom azt, hogy csillog, mert mondjuk egy őszben nem lett olyan sok ilyen csillogás, ezüst. Nekem a kedvenc színem az ezüst, a fehér. Ezekből szereztem. És csillog, én imádom a csillogást, szóval ezért. Azt mondhatjuk, hogy ez egy látványos haj, de mondhatjuk azt, hogy nehéz is? Abszolút. Tehát, hogyha nem gyakoroltam olyan sokat, akkor ez nem köznem. Nagyon nehéz, igen. Nehéz. Tehát ezt úgy kell elkezdenünk, hogy ti akkor voltak éppen összejártatok, gyakoroltatok, és ezt a hajat te már többször elkészítetted? Igen, körülbelül 5-6-szor minimum. A modelleknek sem volt könnyű dolguk. Közel egy órán keresztül mozdulatlanul kellett ülniük. Egy kicsit izgalmas volt, mert ugye nem mozdulhattunk meg, és nem nyúlhattunk magunkhoz, de egyébként jó érzés, már nagyon sokat készültünk, szóval nagyon vártam, hogy végre eljöjjön a verseny. Az elkészült munkákat szakmai zsűri értékelte. Nagy Ingrid Szlovákiából érkezett a versenyre, hogy elbírálja a fiatalok alkotásait. Magas színvonal volt, amit köszönhetünk a Árpád iskolának, és hát azt hiszem, hogy minden rendben ment, a modellek nagyon szépek voltak, úgyhogy számomra ez egy nagyon nagy tapasztalat itt. Mert jövőre mi rendezzük ezt a versenyt, úgyhogy sok mindent elestünk, sok mindent tanultunk itt, úgyhogy remélem nálunk fogjuk kamatoztatni ezt a szervezést, ami itt volt. Hajköltemények tekintetében mennyire jók, mennyire profik a versenyzők? Voltak-e különlegességek, vagy elmondhatjuk, hogy egyszerű és unalmas frizurák voltak ezek? Nem, számomra minden modell valamit hozott magában, mindenki alkotott, és maga színvonal volt. Azt hiszem minden állam, aki itt van, mindenki megmutatta a saját stílusát. Mindenki valamit hozott otthonról, úgyhogy szerintem színvonal magas volt. Magasra volt föltéve a mérce.
is. Muszáj megkérdezem, hogy mennyire volt nehéz dolga a zsűrinek, vagy mennyire nehéz a zsűri dolga? Nagyon nehéz volt, mivel minden modell egyéniség, úgyhogy nagyon nehéz volt. Kritériumok adva voltak, de minden ország máshogy látta, minden ország máshogy nézte ezt az egészet, úgyhogy nehéz volt a döntés, nagyon nehéz volt a döntés, de szép volt. Szerintem jó eredmények lesznek. Hogy jó eredmények szülessenek, a fiatalok is kitettek magukért, nem csak a fodrászok, a modellek is. A legjobbak pedig a vándorkupával térhettek haza. Sportos, vagány, mégis nőies és térjes öltözet? Mutatjuk, hogyan lehetséges. Sziasztok, a Stylist in the Air magazin mostani részében is maradunk az őszi-téli trendeknél, és bár már jócskán benne járunk az őszben, azért ez a szezon még nagyon sok mindent tartogat nekünk. Szia Maja, mesélj nekünk, hogy mi az, amit itt például megvásárolhatunk, és mi az, ami itt biztosan van az idei őszi-téli kedvencekből. Szia Brigi, hát igen, az előző adásunkban megnéztük a kicsit nőjesebb, kicsit csinosabb vonalat, most ugyanúgy maradunk az őszi-télnél, a nőknél, a hölgyeknél, de most a sportosabb és vagányabb vizekre evezünk. Itt vagyunk a Heavy Toolsban, ahol már tavasszal is jártunk, most megnézzük az őszi-téli kínálatot. Itt például óriási nagy sláger a kocka mellett a pötty. Én azt gondolom, hogy nagyon különleges, nagyon vagány és egy örök darab, ami soha nem megy ki a divatból, vagy a nagyobbakat, vagy az apróbbakat is választhatjuk. Itt a Heavy Toolsban alapvetően a sportosabb stílus kedvelői találják meg a maguk kedvenceit. Ha a kabátokat nézzük, akkor azért azt látjuk, hogy a szörme itt is megvan. Így van, ez gyakorlatilag egy örök divat. Minden évben a sportos öltözékek elengedhetetlen kellékek, nyilván a női esnél egész más módon, de itt a kabátok prémjét gyakorlatilag elengedhetetlen. Itt van például ez a klasszikus marka, ami egy ilyen hosszabb verzió, és nagyon klassz vélése van, jó kis meleg, színek vonatkozásában a klasszikus piros és fekete kombinációja, aztán a már nagyon-nagyon sokat említett érett körte, ami az alapszíne az idei télnek. Azt gondolnánk, hogy a sportos stílussal nem összeegyeztethető a kötött, de mégis. Így van, sőt, azt gondolom, hogy az összeltérem elmaradhatatlan. Azoknak sem kell lemondaniuk a jó kis kötött élményről, a kötött pulóver élményéről, akik a sportos stílus kedvelői. Ez egy vékonyabb kötött egyébként, ennek a nyaka egészen különleges, illetve több anyag, többféle anyag és többféle szín is megtalálható benne. Kardigánnal is készültem neked, amit szerintem neked, ahogy látom a reakciódat, nagy kedvenc. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jó választás, ugyanis a melegebb napokon akár kardigánnak kiskapátként is használható, télen pedig, hogyha megfelelően aláöltözöl, akkor egy tökéletes lehetőség arra, hogy a hideg napokon jól legyél felöltözve. Végezetül még színesebb verziókat is, klasszikus kötött pulóverek formájában tartogatok neked. Én ezt is el tudom képzelni neked. Olyan darabokkal készültem, amit szerintem szimpatikus számodra. Nagyon jó kis vidám színek, ez főleg, és hát a másik is, hogyha már a szolidabban gondolkodunk, azért abba is belecsempészték a kis vidámságot egy kis piros formájában. Ezt azért el tudom képzelni farmerra, vakással. Én
azt hiszem ezen az őszön a sportosabb stílus kedvelőit sem hagytuk cserben. Jól érzem? Így van, és én még készültem neked egy remek katalógus, amiben mindent megtalálsz, úgyhogy otthon kényelmesen lapozd át, és hogyha megszületett az elhatározás, akkor jöjjünk el és készüljünk fel együtt a térre. Remek! Sziasztok! Sziasztok! Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Én pedig a jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!